Ma van a zene világnapja, október 1-én az egész világon ünneplik a muzsikát. Keszhelyen a Festetics György Zeneiskola vonós zenekara, szaxofon együttese, valamint a 2 évvel ezelőtt indult magánének tanszakosai léptek fel a város több pontján. Nagy népszerűségnek örvendett a főtéren tartott mikrokoncertjük, melyen ismert dalok átiratait hallhatta az utcaembere a hangszeresektől. Az énekesektől hazai előadók közkedvelt sláger csendültek fel, kisebb tömeg gyűlt össze, hogy meghallgassák a fiatalokat, sőt, még a gimnazistáknak is megengedték, hogy az osztálytermek ablakaiból kísérjék figyelemmel a produkciókat. A zeneiskolások a helyi általános iskolákban, valamint az autóbusz pályaudvaron is megörvendeztették a közönséget. Azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb dolog a zenét ünnepelni. Ugye 1975 óta hivatalosan is október 1-én ünnepeljük a zene világnapját. A kezdeményezés egy Yehudi Menuhin nevű világhírű hegedűművésztől jön, aki úgy gondolta, hogy ezen a napon szóljon mindenütt a zene, hangversenytermekbe, utcán, közösségi tereken, műfajtól függetlenül. Tavaly indítottuk útjára ezt a kezdeményezést, hogy a keszthelyi általános iskolásokat és a városlakókat megörvendezteti a zeneiskola egy-egy zenei produkcióval.